most veszem fel a faanyagot a belső térhez. No, végeztem is. Vettem 12,5x96-os 3 méter hosszú lambériát. Ez mennyezet. És 3 mm-es 152x152-es rétegelt lemezt. Ez oldalára. Szép faerezetes. Meg vettem még tetőlécet, abból lesz ágykeret, meg bútorkeret, és vettem ilyen kisebb, nem tudom a méretét, talán 2 centi vastag, nem, annyi sincs, ilyen 1,5 centi vastag, és 4 centi széles kis lécet. Ez pedig majd felmegy a mennyezetre párnafának, amire fogom csavarozni, vagyis kis szeggel felütni, még nem tudom, hogy kis csavar lesz, vagy kis szeg. Igen, csak csavar, mert a rázkódást az jobban fogja bírni, a lambériát. Azzal fogom, vagy erre fogom felrakni. Úgyhogy most megyek a telephelyre, lepakorom a fát, aztán délután, munka után nekikezdek. Még fogalmam sincs, hogy mi hogy fog történni, mert soha életemben nem csináltam ilyet. Terveket nem készítettem, tehát improvizálni fogok. És hát meglátjuk, de nem nagy képűség, de biztos jó lesz. Eddig még sose csináltam hülyeséget. Úgyhogy... Na, így néz ki a rétegelt lemez. Ez 3 milli vastag. Ott a tetőléc. És itt már berajzoltam egy 140-es, ez 152 széles, 152 magas. 140-es vonalat ide már húztam. Az az összmagasság. És akkor itt látható, ott a kerékjárati ív. Amit, vagyis nem is kerékjárati, hanem a motortér, amit kivesz. Tehát ez úgy fog kinézni, hogy az megmarad, ez feljön ide, azt hiszem 37 centire a végétől, és szépen ott fogom még elvágni, és akkor kapok egy ilyen alakú lemezt, ami bemegy a tolóajtó felőli oldalra, és a másik oldalra szintén egy ugyanekkora, aztán megy majd egy téglalap alakú, és a mennyezetre pedig berakom majd a párnafákat. Ilyen lécre lesz megfogatva, ez lesz az a párnafa fogató, vagy ilyen fogadó léc végül is, amit fel fogok csavarozni az autónak a mennyezetén a vastag ilyen szerkezeti elemre, és ehhez fogom majd már facsavarral csavarozni, ilyen pici kis facsavarral, úgy döntöttem, nem szeggel, a lambériát, és akkor így a vertikális oldali mozgásokat, tehát bukkanókat, és az autónak a rugózását jobban fogja bírni, hogyha csavarral van, nem pedig szeggel, mert az esetleg kihúzódhat. Persze nyilván nem fogok rallizni és ugratni az autóval, de akkor is a magyar utakat figyelembe véve stabilabb lesz, hogyha csavarozok. Úgyhogy most várom, hogy töltsön az akkumulátor, mert van nekem egy ilyen nagyon szuper kis Bosch szabjafűrészem, ami akkumulátoros, és akkor ahhoz vannak ilyen fa vágólapok. Van itt ilyen durvább fogazású, és van ilyen finomabb. Én ezzel a finommal fogom vágni majd a lemezt, mert nem akarom, hogy roncsolja a
a széleket, éleket. Úgyhogy ez van. Nos, a mennyezetre pedig első osztályú borovi fenyő lambéria fog kerülni. Úgyhogy remélem szép lesz és igényes. Egy kicsit megdolgoztatjuk még az autót. Közben egy kis műfű került a Dacia-ba. Környezettudatosság jegyében.